A Szegedi Honvédelmi Napon tartott előadást és sajtótájékoztatót a Szegedi Tudományegyetemen Benkő Tibor honvédelmi miniszter október 3-án. A tárcavezető beszélt napjaink megváltozott biztonsági helyzetéről, az új hadviselési módokról és azok veszélyeiről. Mint mondta, a kormány az új kihívásokra válaszul indította el a honvédelmi és haderőfejlesztési programot, hogy a magyar honvédség a térség meghatározó, a 21. század követelményeinek mindenben megfelelő, lojális és modern fegyverzettel ellátott katonákból álló haderejévé váljon, amelynek elsődleges célja a biztonság és a béke megőrzése. Benkő Tibor kiemelte, a haza védelme ugyanakkor csak széles társadalmi összefogással és támogatással lehetséges. Megvédjük, és közösen kell megvédenünk, hiszen a haza szolgálata, a honvédelem ügye az nemzeti ügy. A saját hazánkról, elődeink, őseink által kivívott, megharcolt érdekekről, értékekről beszélünk. És én úgy gondolom, hogy a magyar ember számára is az egyik legfontosabb érték a béke és a biztonság. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy a program középpontjában az ember áll, ezért dolgozták ki azt az életpályamodellt, amely a katona erkölcsi és anyagi megbecsülését a kezdetektől garantálja. Ugyanebből az okból kifolyólag vezették be a digitális katona programot, ami a legkorszerűbb eszközökkel látja el a katonákat, a ruházattól kezdve a kézi fegyvereken át a speciális kiegészítőkig. De az eszköz önmagában semmit nem ér, ha nincs mellette olyan jól kiképzett, felkészített, kiváló katona, aki mindezzel, a kihívással, ami előttünk áll, szembe tud nézni. Benkő Tibor az önkéntes tartalékos rendszer kapcsán kifejtette, a modern magyar honvédség elképzelhetetlen a jól működő tartalékos bázis nélkül. Jelenleg mintegy 9000-en szolgálják hazájukat önkéntesként, ezt a számot növelik tervezetten 20000-re. Az előadás utáni sajtótájékoztatóján Szeged és a régió kapcsán a miniszter újságírói kérdésre úgy válaszolt, a magyar honvédség katonái készenlétben állnak arra az esetre, ha újra szükségessé válik az ország határainak védelme.